Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon. I was, looking at a, I was looking at a Economist cover the other day, the Economist magazine, and it said. 20 million people saved by COVID vaccine. Szóval 20 millió embert megmentettek a védőoltásokkal. And I thought, yeah, you bastards, for every mil for every million persons that you saved with the lockdowns and the whole hogy a minden egy millió emberre, akit megmentettek ezekkel az intézkedésekkel, úgy, mint hogy a lezárásokkal és egyebekkel, még annyit, hogy már hozzá, hogy figyelj mindenki, hogy, meg a beszél angolul, de segítek a többieknek, hogy azt mondja ő is, hogy a védőoltás hazugsága, vagy átveréssel. És ö, azt, azt mondja, hogy vaccine, -szk, és aztán abba, abba megáll, és azt mondja, hogy nem, nem, nem scam, hanem akármi más. Szóval ő is nyíltan elismerte volna, hogyha nem tudná, hogy mi lenne a következménye annak. Hogyha ő kijelenteni, hogy a védőoltás az egy hazugság. Oh, uh, Ez volt az a rész, amikor azt akartam mondani, hogy az egész védőoltás scam vagy hazugság megtévesztés. De aztán átgondolt, és rájött arra, hogy. Uh, uh, hogy nem, a, nem a védőoltás átverés, meg hazugság, hanem. But the, but the pandemic panic hanem a, pandémiás pánik, kreálása, mindazok az intézkedések, amelyek körbeveszik ugye ezt az állítólagos világjárványt. Of... Hogy ezzel minden egymillió emberre körülbelül meg fognak ölni 50 milliót. Ezek az intézkedések. Supply supply chain disruptions. Azzal, hogy, hogy az egész ellátó láncolatot, ugye a világ világszerte kialakult globális ellátó láncot, Ilyen, olyan módon ezek a rendelkezések megszakítják és ellehetetlenítik a megélhetést. And starvation. És ezáltal egyfajta éhínséget kreálnak a világba. So, you know, és ez, ez egy probléma, hogy politikai döntéseket átadnak a orvosi szakembereknek. Érdekes az, amit mond, hogy bal kézzel megmentünk néhány embert, míg kivégzünk jobb kézzel több százat, aztán megint csak megerősíti azt, amiről már én oly sokszor beszéltem, és hála ö, a Bajahuának azért, hogy megmutatja mindezt nekünk. Szóval én nem azt akarom mondani, hogy ez enyém az érdem ez csak egyrészt megmutatja nekünk az atya, másrészt meg akinek fél agya van, az kitalálja, hogy nem lehet lezárni a világgazdaságot két évre, és azt az gondolni, hogy aztán az következmények nélkül lesz. And, and, and we try, we basic... Ugyanis ez kreál egyfajta késletetett hatást, az a leg, amiről beszélem, ami ismeri mindenki a jet et az az, hogy egy idő, kell egy kis idő, mire a következmények utólérik, a jelent. Azt gondolhatjuk, hogy minden bőséges, mint ahogy ő is mondja. Azonban, hogyha lezárjuk a világ gazdaságot két évre, mint hogyha egyáltalán megtehetnénk azt, csak azért, mert a jelenben bőség van, és egyáltalán nem számít, hogy mi ezt csináljuk különösen az, hogy az emberek nem járhatnak dolgozni, meg munkába. Most látjuk azt, hogy ez csak mennyire sokat számít. Nem ez az egyetlen módja természetesen, ahogy manipulálják a világot, vagy mutassak egy másikat. Now we see something similar happening in Europe. Európában hasonló dolgok történnek, ugye gondolom most arra egyrészt, ami Kanadában volt, a farmertüntetés, de Európában is volt ez. Hollandiában, ugye ismeri mindenki ezt a -e durvább a helyzet, Hollandiában összeverekedtek a rendőrök és a tüntetők, ez ugyan augusztus eleje volt, de lezárták az utat a farmgazdák, és tüntetek a kormány intézkedései ellen, mely szerintük teljesen ellehetetleníti a gazdálkodás Hollandiában. Mondhatnák azt, hogy kit érdekel, hogy mi az, ami Hollandiában van. Azonban szerintem, ahogyan én sem voltam, a hallgatók meg nézőknek a többsége nincs tisztában azzal, hogy Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon.